Több mint egy évtized szünet után rendeznek ismét Rally Európa bajnoki futamot Magyarországon. Tavaly a nyíregyháziak egy magyar bajnoki futammal győzték meg a Nemzetközi Szövetséget arról, hogy megfelelő házigazdái lesznek a 2019-es sorozat 8. záró rendezvényének. Szabó Tünde sporthét felelős államtitkár kiemelte, hogy a kormánygaranciának köszönhetően hosszabb távra terveznek. Óriási sportdiplomáciai sikernek mondható, hogy 2019-től 20-ban is rendezhetünk Rally Európa bajnokságot, és azt követően 22, 23, 21, tehát ténylegesen egy hosszú távra gondolkodott a kormány, amikor a garanciát kiadta, hogy igen, rendezhetünk. Ezt követően ugye 20 után a Nemzetközi Szövetséghez vissza kell menjünk, és ténylegesen a rendezési jogot el kell hozni hosszú-hosszú évekre, hiszen látni fogják, hogy Nyíregyházán milyen sok lehetőség van akár a sportágnak a népszerűsítésében. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke arról beszélt, hogy komoly szervező munka előzte meg a versenyt. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy újra Rally Európa bajnoki futamot rendezhessünk. Gyakorlatilag fel kellett készíteni mind a rendezőket, mind a sportszakmát, mind pedig kellett egy olyan város, mint Nyíregyháza, aki mellékállt a céljaink eléréséhez. És most itt vagyunk, 2019-et írunk, és a tavalyi jól sikert kandidáló verseny követően ez most már ezen a héten egy Rally Európa bajnoki futam lesz. Nyíregyháza polgármester a futam turizmusra gyakorolt hatását emelte ki. Ez egy európai szintű verseny, minden országban közvetítik, tévék, rengeteg ember látja, és hát ugye állandóan megjelenik majd, hogy Nyíregyháza, hiszen a verseny helyszíne az Nyíregyháza, a belvárosi szakaszokban a városunkat is be tudjuk mutatni, és hát ennek nagy városmarketing értéke és nagy turisztikai értéke van, a sportérték mellett természetesen. Ifjú Érdi Tibor a király kategóriában még ismerkedik új autójával. Az ERC 2 kategóriában kétszeres Európa-bajnok nehéz versenyre számít. Ki hogy fog taktikázni gumival, illetve ki hogy ossza be magát. Mindenféleképpen máshogy szeretnék nekiállni, mint az EB többi versenyének, hisz ez az utolsó verseny, többet szeretnénk kockáztatni. Jó lenne az első 5-8 közé beférni, és akkor elégedettek lennénk. A Rally Hungary a hivatalos teszteket követően pénteken a Mária Pucsi Rabucsi ringen egy villanyfényes futammal rajtol, majd másnap Tokaj környékén következnek a gyorsasági szakaszok, vasárnap pedig Nyíregyházán egy belvárosi futamot láthatnak az érdeklődők. A király kategóriában a brit Chris Ingram, a lengyel Lukasz Habály és az orosz Alexei Lukjanuk még egyaránt esélyes a végső győzelemre.